Leesel. Le fogsz esni. Rossz vége lesz, ha kötekedsz. Én szóltam, te fasztestű. Itt található az óriás kovács. Mellette elrejtve egy ládában van egy gyűrű. A torz, szedsebezguruláskor, szóval csak észszelem PC körül. Bár nem teszteltem még, hogy sebzik-e őket. Az óriás kovács egy egyszerű, de annál hasznosabb egyén. Árul pár faszacuccot, mint például ritka kavicsokat és a Giant Set-et. Initiate Phase 1. Ami matra fejlesztve a legtöbb védelmet adja az egész játékban. Persze kurva nehéz. Nincsen fatermaszkom még, szóval The Legend will grow up. És képes villámsebzést tagadni a fegyveredre, illetve boss fegyvereket készíteni boss lelkekből. Kell a boss lelke értelemszerűen és egy plusz 10-es fegyver. Természetesen a boss lelkétől függ, hogy milyen plusz 10-es fegyverből lehet. Általában kettő közül választhatsz. Például kvéleg lelkét kombinálva egy plusz 10-es szabjával adja kvéleg fegyverét, vagy egy plusz 10-es katanával vegyítve ad egy teljesen másikat. Persze a lelkét csak egyszer használhatod fel egy végigjátszás alatt, szóval én azt ajánlom, hogy olvass utána, mielőtt bármit csinálsz. Ez a kis kapu vezet a főbejárathoz, de az még zárva van. Nyissuk ki azt is. Ez a csarnok elég durva tud lenni két okból. Egy ezüst íjász lövöldözik, akit amúgy csapj le, mert megérdemli. És két Royal Sentinel is van itt. Ez most jó lett volna, ha nem basztam volna el. Kicsit erősebbek a többinél és tudnak két mirakült. Egy komoly csodabaszást és gyógyítást. Néha igen sek fájdalom velük elbánni. Nyissuk ki a főbejáratot. Itt a boss aréna. Fasz ki van, már megint itt vagyok. Tudod Szólert hívni segítségül, de nekem van egy sokkal jobb ötletem. Nagy tapsot Szemsinek. Ma seggek lesznek romokban. Jöhet a boss. Úgy van, maradj is ott, ezüst szar. Nagy levegő. Na hajrá! Szia, Husi! Mi van? Ki a kurva nyárba? Ki vagy te, patkánylovag? Mi van? Bezony. Mindkettővel egyszerre. Ismerősek, nem? Mindjárt lefényképezlek! Mivel ez a duó egyszerre fog csesztetni, ezért ha van segítséged, akkor jól jön, ha az egyiket lefoglalja teljesen. Ornstein a gyors és Smo, a nagy darab lassú. A klasszikus ellentétes páros is tökéletesen kiegészítik egymást. Tartsd a képernyőn mindkettőt, amilyen sűrűn csak tudod, mert sosem tudhatod, mikor fordul feléd a másik. Külön-külön kezelhetőek. Mivel Ornstein a gyorsabb és az amúgy rövid távon veszélyesebb, őt javaslom legelsőnek. Csak és kizárólag egyetlen egyre fókuszálj. Ahogy látom, Szemsi nagyon jól szórakozik a csöcsössel. Edd meg a kardom, te nyomorult. Francba, csak vicceltem. Azt a rohadt Szemsi becsapódott ide, mint egy kibaszott bajnok. Ornstein elesett. Rekt. Amúgy még mozgott. Kegyetlen ez a pörölyös arany Snorlax. Ha az egyiket lecsaptad, akkor a másik megkapja a haverja tulajdonságait és még meg is gyógyul teljesen. Smoke esetében villámot kap. Elég veszélyes ez a tehervonat, de a kettő közül őt tartom a könnyebb ellenfélnek. Erre a seggcsapásra nagyon figyelj oda, mert megérzed. Azonnal fuss onnan. Basszus. Nehogy elpatkolj itt nekem. Megvan ki a felelős a dino kihalásáért. Hostként fontosnak tartom a fantom társ egészségét. Estusszal tudod őt is gyógyítani. Már nem kell sok. És egyszerre. Ez már igen, kérem szépen. Na ez jó volt. Nagyon köszönöm Szemsinek az asszisztot. De még nem végeztünk. Most jöjjön Segmaflás egyedül. Egyedül ez a harc drasztikusan más.
mindkettő szűnni nem akaró vendég szeretetét kell élvezned. Amit javaslok az az, hogy tartsd a képernyőn mindkettőt, hátrálva körözz az arénában folyamatosan, kihasználva az oszlopokat, amik átmeneti fedezéket nyújtanak. Ezúttal Smoot akarom elsőnek, mivel Ornstein a gyorsabb, ezért Smoot elsőnek elintézni nehezebb. Rohadtul a talpon kell lenned és tudnod kell, mire készül a másik. Ornstein amilyen kis geci, mindig neked ront. Aztán Smoot is. Nem adok az uzsonnámból. Ó, hát persze. A harc nagyon hosszú így és idegőrlő. Kerülgesd a támadásaikat és csapj le az általad kiválasztottra, amilyen gyakran csak tudsz. A teljes nyers felvételt feltöltöttem a Csubi Facebook oldalra, ha érdekel bárkit is. Nem hiszem el, végre megvagy. Ha Smoot csapod le elsőnek, akkor Ornstein kap az erejéből. Nagyobb lesz. Gyors és nagy. Ez probléma. Super Ornstein már más tészta. Folyton villámot szór és ugrál. Ahogy mondtam, használd az oszlopokat fedezékként. Fel tudsz oda mászni? Mi a fasz, higgadj már le! Mivel nagyon sokáig tart, megvágom. Dióhéjban ő egyedül olyan, mint egy nagyon durva sentinel. Körözz körülötte, kerüld ki a felnyársalási kísérleteit és, ha van egy jó pajzsod, blokkolj. Ő is tud seggeseket nyomatni, ami rosszabb esetben azonnal megölhet. Felnyársal a lándzsájára, tegyél le, te figyma remgető. Szóval ilyen érzés 1,21 század gigawatt. Ezt nem tudod kivédeni, csak kikerülni lehet. Szerintem nehezebb, mint Super Smoot. Úgy néz ki, rábaszok, fogy az almalevem. Most mit csinál? Vissza a feladónak, köcsög. Azt a leborult kerti asztalt, na végre már. Nem volt semmi cselekedet ez. Annak a lelkét kapod meg, akit utoljára győzöl le. Domnal annak a szettjét is fogja árulni. Mint egy szumó lovag. Most pedig felliftel az emeletre. Itt egy bonfire és kicsit arrébb lótrek szettje is. De, ami fontos, az ez a szoba itt. Itt egy Guinevere nevű csoda fogad és odaadja a Lord Vesselt. Majd... Bocsánat, elvesztettem a koncentrációmat. A Lord Vesselnek hála lehet gyors utazni bonfire-ök közt. Nem mindegyikhez lehet. Ő ennek a Gwyn nevű tagnak a lánya, aki az utolsó boss. Itt lehet csatlakozni a Princesses Guard Covenanthoz. Ez kooperatívra van kihegyezve és könnyebben tudsz csatlakozni a másik két Hope Covenant tagjaihoz segíteni és engedélyez két erős gyógyító mirakült, de azokat csak később lehet megtalálni egy másik helyen. Itt ennyi. Távozhatsz is. Vagy akár csöcsön is lőheted. Végtelenül sajnálom, kisasszony. Ekkor kiderül, hogy ő csak egy Gwyndolin nevű tag által kreált illúzió, ahogy a napfény ragyogás is. Az igazi valahol máshol van. Tehát ezek nem igaziak, mivel videójáték, ráadásul illúzió is. Illúzióception a javából. De azért le a kalappal Gwyndolin előtt. A város elsötétül. Sötét Anor Londó kihalt. Fogad pár Dark Moon-os NPC, de akár meg is szállhatnak téged. A helyi Fire Keeper is kicsit pipa lesz rád. De ha őt lecsapod, akkor a tűz kialszik, szóval inkább tovább futok. Csatlakozom a Dark Moon-osokhoz. Ők azok, akik a bűnös játékosokat üldözik. Amikor idejössz Gwyndolin, aki amúgy Gwyn fia, megállít. A Gwyn klánban mindenki Gwynnel kezdődik. Ha átmész a kötfalon, akkor Gwyndolinnal kell megküzdened. De még nekem egy kis ideig élve kell. Hazatérve Fremd kicsit izgatott lesz. Aztán bekap. Fremd zavarba hozol.
Megkér, hogy tegyed a Lord Vesselt az oltárra. Ilyenkor elérhető lesz az összes narancssárga köddel védett hely. De most még nem teszem meg ezt. Okkal, később kitérek rá, szóval inkább hazamegyek. Nem fog megsértődni. Azt hiszem végeztünk is ezzel a területtel. Itt lesz az ideje kicsit művelődni és elnézni egy festői helyre. Ciao!